Több száz ember gyűlt össze Dombóvár főterén, hogy tiszteletét rója le az 1956-os hősök előtt. Azt hiszem, hogy az 56-os hősök olyan emberi tulajdonságokkal rendelkeztek, és olyan eszméket képviseltek, amelyeknek mind a mai napig és a jövőre vonatkozóan is mondani valója van. Tehát a kiállás, a bátorság, a hűség, a hazaszeretet, mind-mind olyan szent emberi érték, amelyekre büszkék vagyunk, és amelyeket képviselünk mi is, és remélhetőleg képviselnek az utódaink is. Tisztelet nekik ezért. Köszönjük szépen először is a Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János technikumának és kollégiumának, hogy ilyen remek műsort produkáltak itt ma nekünk. Köszönjük szépen igazgató úrnak a beszédét, és nagyon köszönjük a diákoknak ezt a csodálatos megemlékezést, és a zenekarnak ezt a csodálatos hang aláfestést, amivel itt ma megleptek minket. Azt hiszem, hogy tényleg méltó volt 56-hoz, 56 szellemiségéhez, és az 56-os hősök emlékének. Nagyon örülök annak is, hogy ezeken a műsorokon úgy látom egyre többen vannak jelen, egyre több érdeklődő, egyre több dombovári vesz részt rajta, és azt hiszem, hogy ez az egyre erősödő dombovári közösségnek az erejét jelzi. Az apácai diákjai több hete erre az előadásra készültek. A koncepciója a műsornak az igazából az volt, hogy egy kicsit a fiatalok szemén keresztül mutassuk be az ő korosztályokat, tehát a 15-16-17 évesek mit éltek át akkor, hogyan indultak, mi lett velük, mi történt. Ugye különböző sorsok jelentek meg, hogy akik elvesztették a szüleiket, vagy maguk is börtönbe kerültek. Tehát hogyan látták ezt, és ezt azt hiszem, hogy azért is sikerült ennyire jól kivitelezni a diákoknak, mert tényleg nagyszerűek voltak, mert ők is átérezték, tehát ők maguk is átérték. Ugyanaz a korosztály, tehát ugyanolyan problémáik van, ugyanúgy fontos a családjuk, ugyanúgy fontos a szabadság ennek a fiatal korosztálynak főleg. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezért is lehetett ilyen nagyszerű ez a műsor, mert ők teljesen bele tudták élni magukat ebbe. Bele gondol ilyenkor az ember abba is, hogy vajon mi mit tennénk, hogyha mi is ilyen világban élnénk, és hogy vajon mi tudnánk-e olyan bátran cselekedni, mint ahogyan annó az őseink 56-ban. Az október 23-ai tiszteletadás az 1956-os emlékműnél koszorúzással fejeződött be.